A Fányi Óvi mindennapjait is átszövi a környezet szeretetére, tiszteletére, a fenntarthatóságra nevelés, melynek során igyekeznek a gyerekekben tudatosítani azt, hogy fontos tenni a földön való életért, a földért, ahol mindannyian élünk. Földnapjához kapcsolódóan általában áprilisban nyilván ez a téma a mi óvodánkban is megjelenik, és most már hagyományként mondhatjuk, hogy ezt a szülőkkel együtt a gyermekek kéz a kézben tesznek együtt a földért, és itt az óvodánk életéért szépítéséért egy picit. A családi délután egy kedves, vidám előadással kezdődött, melyben az óvónénik szerepeltek. Első körben a gyermekek szeretett nyelvével, a mesével indítottunk egyet, egy kis tanulságos, humoros, vicces kis szelektív hulladékgyűjtésről szóló mesével, ahol Szelektívia városába kalauzoltuk el a gyermekeket és a szüleiket is. Megismerkedhettek PET palac Petúniával, vagy Alu Mihállyal például, vagy Üveg Gergővel, akik zöld utat mutattak nekünk Szelektívia városa felé. Így mindig nagy öröm egyébként látni a gyermekek arcán azt a kis mosolyt, amikor saját óvónénieiket láthatják, és örülnek nekik, hogy szerepbe bújhattak, és általuk így tanulhattak ebben a formában. Ezt követően a sorversenyben a gyerekek és szüleik is ellátogathattak Szelektívia városába, s papíroskát, PET palack petúniát, Üveg Gergőt és Alu Mihályt is haza kellett juttatni. Taliskán keresztül szülők, gyermekek együttműködő munkásságával fogják ezt megtenni, tehát ez egy nagyon együttműködő közös feladat, illetve a föld kincsét, mint a víz értékét, és amire nagyon kell vigyáznunk, egy csepp sem hullhat ki a kis kezük közül, illetve a kis vödrükből, úgyhogy ezt is a szülőkkel együtt az esővízgyűjtő hordóinkból, az összegyűjtött esővízünket az egyik hordóból a másikba kell eljutatniuk, majd a később elültetett kis növényeinket pedig ebből fogják ők maguk öntözni. A környezet szeretete, szépítések konkrét feladatokban is megnyilvánult a családi nap során. Minden csoport a saját kis örökbefogadott területét, amit saját maguk gondoztak, és készítettek elő az elmúlt héten kapálták, gazdolták, oda fognak ők most ültetni közösen, ők hozták saját kis növényeiket, van, aki fűszernövényt, valaki zöldséget, valaki palántát, illetve szép kis virágot, valamint a múlt héten, ha már az újrahasznosulásnál tartunk és azt hangsúlyozzuk, autógumikat festettünk szép színesekre, amit ma szeretnénk szintén beültetni, és kis virágos kertet szeretnénk belőle varázsolni a mai nap folyamán, úgyhogy ehhez kértük az ő segítségüket. Valamint a héten ültettünk, amire nagyon büszkék is a gyermekeink, egy babfuttatót, babfuttató sátort lett, minden csoport a saját kis futtató oszlopához ültetett egy-egy szembabot, és kellő gondozással abban bízunk, hogy majd a nyári melegben egy kis hűsítő búvó helyé válik majd a számukra. A családi napot megelőzően egy földnapi kvízjátékot tölthettek ki a szülők és a gyerekek. Eredményét majd most fogjuk érni a családi napon, illetve egy tombola sorsoláson vehet részt, aki ezt tökéletesen pontosan kitöltötte. Ugyanakkor senki sem megy majd haza üres kézzel, hiszen saját kis kertjüket is elültették minden csoportban. Van, aki babot, van, aki búzát, van, aki füvet ültetett, és ezt is gondozzák, és bízunk benne, hogyha hazaviszik az otthonaiba, akkor ezt majd a saját kezük által készített és ültetett kis növényeket annál inkább fogják gondozni. Ugyanúgy, ahogy majd itt az óvodában elültetetteket is majd együtt közösen fogjuk folytatni, gondozni és vigyázni rájuk. Illetve a tombola sorsoláson kis ajándékokat vihetnek majd haza, amit az óvónénik újrahasznosított papírból készítettek, műanyag palackokból, például ügyességi játékokat, WC-papírburigákból kis figurákat, illetve kis fűfejeket is készítettek, amiket pedig majd, ha kellően gondolták a gyermekeket otthonaiba, helyes kis frizurát is varázsolhatnak rájuk, úgyhogy reméljük mindenki jól érzi majd magát, és vihet haza magával valamit. A tagóvoda igazgatója elmondta, hogy a saját kézzel ültetett növényekről még szívesebben, még lelkiismeretesebben gondoskodnak a kicsik, otthon és az óvodában is.